Scotland Yard. Mr. X megpróbálja lerázni az üldözőit Londonban. Taxival, busszal és metróval menekül. Csak a legokosabb detektíveknek sikerülhet elkapni. A doboz tartalma. Egy játéktábla, 6 bábú, 29 kezdőkártya, 130 jegy a következőkből, 57 taxi, 45 busz, 23 metró, 5 fekete jegy. 3 duplázó jegy, 5 jegytábla a detektíveknek, egy utazási napló papírral Mr. X számára, egy ellenző Mr. X számára, 2 gyűrű a Bobik számára. Mr. X a következőt kapja. Egy fehér bábú, szemellenző, utazási napló egy behelyezett papírral, egy ceruza vagy toll, jegyek. 5 darab fekete, 2 darab duplázó. Minden detektív a következőket kapja. Egy általa választott színes bábú és a hozzátartozó jegytábla. Jegyek, amelyeket a jegytáblára helyez. 4 darab metró, 8 darab busz, 11 taxi. Ha kevesebb, mint 4 detektív játszik, további bábúk formájában bobik sietnek a segítségükre. Minden bobit egy még nem használt bábú képvisel. Az ilyen bábúk kartongyűrűt viselnek a fejükön. A gyűrű ingyen jegyet jelent, számukra minden közlekedési eszköz ingyenes. A bobikkal az összes detektív közösen lép. Minden detektív húzzon egy D-hát oldalú kezdőkártyát, és helyezze a bábúját a megfelelő állomásra. Ha a bobik is játszanak, a bobik is húznak egyet-egyet. Mr. X húz egy X-hát oldalú kezdőkártyát, megnézi, de nem helyezi a bábúját a játéktáblára. A megtett úthoz minden detektív egy jegyet használ, amelyet a jegytáblájáról a közös készletbe tesz. Mr. X mindig a közös készletből veszi a jegyeit. A játéktábla minden mezője egy-egy állomás, egy, kettő vagy három közlekedési eszköz megálló helye. Az állomások színe jelzi, mely közlekedési eszközök indulnak onnan és állnak meg ott. Ahhoz, hogy egy közlekedési eszközt használni lehessen, a bábuknak az adott jármű állomásain kell állnia. A szín tehát megjelenik a körben. Mr. X titokban teszi meg a lépéseit. Az új állomás számát felírja az utazási naplója következő üres mezőjébe. A beírást a felhasznált jeggyel letakarja, így a detektívek tudják, milyen közlekedési eszközzel utazott, de azt nem, hogy hová. Miután Mr. X lépett, tetszőlegesen kerülnek sorra a detektívek és a bobik. Mivel az ő céljuk közös, a játékosoknak jól kell együttműködniük saját és a bobik lépéseit illetően. Mr. X-nek rendszeres időközönként meg kell mutatkoznia, méghozzá 3-as, 8-as, 13-as, 18-as és 24-es lépése után. Elbukkanásának időpontjait az utazási naplóban bekarikázott számok és a nagyobb mező jelzi. Ha Mr. X egy duplázó jegyet használ, akkor a körben rögtön 2 mezőt is meglátogathat, 2 tetszőleges választott közlekedési eszközzel. Mr. X a normál jegy helyett fekete jegyet is lerakhat, és ezzel egy tetszőleges közlekedési eszköz használhat. A fekete jeggyel kizárólag Mr. X kompot is használhat. A detektívek nyernek, amennyiben a játék során bármikor egy detektív vagy egy Bobby Mr. X-el egy időben ugyanazon az állomáson áll. Ez esetben Mr. X-nek fel kell fednie magát. Mr. X nyer, amennyiben sikerül a 22. kör végéig anélkül keresztül utazni a Londont, hogy valamelyik detektív elkapná. A Scotland Yard Junior társasjátékkal a kisebbek is kipróbálhatják ezt a nagyszerű kalandot.